bejelentették az év eddigi legnagyobb beruházását, 127 milliárd forintból épült gyár Nyergesújfalon. Már készülnek a választás szavazó helyiségei. A megye 2. számú választókörzetében 30 településen összesen 98 szavazókörben szavazhatnak a választópolgárok. Autizmus napja a Montag iskolában foglalkozásokkal, előadásokkal várták az intézményben az érdeklődőket. Köszöntöm nézőinket, Önök a regionális televízió Esztergom térségi hírösszefoglalóját látják. Átadták Nyergesújfalon az év eddigi legnagyobb beruházását, a Toray Industries Hungary Kft. 127 milliárd forint értékben üzemet épített az elektromos autók akkumulátorához használt szeparátorfólia gyártására. Ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március 31-én a gyár megnyitó ünnepségén. A beruházást a kormány 4,7 milliárd forinttal támogatta. 2019-ben kezdődtek a Toray gyár építkezési munkálatai Nyergesújfalun. A japán vállalat ma már két gyártósoron állítja elő az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliákat, amiből évente mintegy 160 millió négyzetméter gyártanak majd. A közel 30 ezer négyzetméteres üzem jelenleg tesztfázisban van, de amint elfogadják az itt előállított termékek minőségét, a fóliák azonnal kereskedelmi forgalomba kerülnek. Az akkumulátor-szeparátor fóliák piaci ellátása révén mi is hozzájárulunk a zöldebb társadalom megteremtéséhez. Következő beruházási terveink egy felületbevonó üzemépítése lesz a mostanival azonos nagyságrendű fóliakapacitás mellett. Gyors beruházási döntésekre van szükség, és egy erős, megbízható gyártóvállalatot építünk. A zöldmezős beruházás a térségben 188 új munkahelyet teremt majd. Azt gondolom, hogy minden olyan beruházás, ami hozzájárul a széndioxid kibocsátás és a globális felmelegedés csökkentéséhez, ami hangsúlyt fektes a fenntartatóságra és hozzájárul a zöldebb jövőhöz, üdvözítő és támogatandó. A gyár ünnepélyes megnyitóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a projekt nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy hazánk az elektromos autóipar európai zászlós hajója lehessen. A lítium akkumulátorok exportja tekintetében a tavalyi év végén világon a 6. pozíciót tudtuk magunkénak, és az összességében az elektromos akkumulátor alkatrészek tekintetében 11-ek vagyunk, úgy, hogy 2010-ben még a 33. helyen álltunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, aki tehát megnyeri az autóipar új korszakát megalapozó beruházásokat, az hosszú távon tudja garantálni a nemzetgazdaság folyamatos növekedését. Az üzem megépítése mintegy 127 milliárd forintba került, melyhez a kormány 4,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Reggel 6 órától este 19 óráig várják térségünkben a 2. számú választókörzetben a szavazókat április 3-án vasárnap. 30 településen összesen 98 szavazókörben adhatják le voksaikat a választópolgárok az országos pártlistára, az egyéni képviselőjelöltekre, valamint válaszolhatnak a népszavazás kérdéseire is. A szavazó személy okmányainak bemutatását követően léphet be a szavazó fülkébe, miután aláírta a névjegyzékeket és megkapta a lepecsételt szavazólapot. A kormány döntésének értelmében 2020. március 11-e után lejárt okmányokkal is lehet szavazni. A választás hétvégéjén szinte valamennyi kormányablak és okmányiroda rendkívüli nyitvatartással működik majd. A mozgórnát a választás napján délig lehet igényelni meghatalmazás nélkül is a szavazatszámláló bizottságoknál és a polgármesteri hivatalnál. 19 órakor zárják a szavazóhelyiségeket, ezt követően a szavazatszámláló bizottságok tagjai összesítik majd a szavazólapokat. Minden szavazatot kétszer számolnak majd át, így várhatóan 11 és évfél körül várhatóak az első eredmények. Az esetleges szabálytalanságokra a bizottságok tagjai és jegyző felügyel a nap folyamán. Az oktatáson én magam is elmondtam a szavazatszámláló bizottság tagjainak, hogy abban az urna csomagban, amit kapnak, van két jegyzőkönyv minta. Ez a jegyzőkönyv minta, ez a rendkívüli eseményeknek a feljegyzésére szolgál. Ezek olyan körülmények, olyan események, amelyek akadályozhatják a választásnak a lebonyolítását, vagy egyébként veszélyeztetik magát a választásnak a titkosságát és tisztaságát is. És ezért kértem is minden szavazatszámláló bizottsági tagot, hogy amennyiben erre utaló körülményt észlelnek, vagy ilyen jel van, akkor azt kérjék és jegyezzék fel a jegyzőkönyvre, erről a jegyzőkönyvről pedig engem értesítsenek.
Nem játék a háború és a természetellenes ideológia. Erről beszélt Soltész Miklós március 31-én a Pest megyei Kismaroson a Schwab Emlékezet Centrum ünnepélyes átadóján. A 61 millió forint kormányzati támogatásból rekonstruált épület régen tanítói lak volt. Mostantól kiállításoknak és kulturális programoknak ad majd otthont. Az egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, utalva a kiüzetések időszakára a Malenki robotra és a jelenlegi zajló ukrajnai háborúra hangsúlyozta, fontos, hogy tanuljunk a történelemből. Magyarország továbbra is megad minden segítséget a háború elől menekülő embereknek, tette hozzá. Rétvári Bence országgyűlési képviselő az átadón arról beszélt, hogy a svábok 300 éve a szorgalom és takarékosság szimbólumai, olyan igaz magyarok, akik minden esetben erősítették a magyarságot a történelem sorsfordulóiban. Örülünk, hogy a kormány hozzá tudott járulni ahhoz, hogy egy élő és erős közösség egy méltó közössége helyett méltó múzeumot kapjon ahhoz, hogy bemutassa a gyökereit, és a mai fiataloknak átadja azt a sváb identitást, ami 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a magyar identitásukat is minden esetben növelni fogja, és a keresztény, katolikus identitásukat is minden esetben növelni. Az utóbbi napokban két tragédiával végződő baleset is történt a 117-es úton. Korábban beszámoltunk arról, hogy március 29-én kora délután két személyautó frontálisan ütközött egymással Kesztölc és Esztergom-Kertváros között. Két nappal később, március 31-én szintén két autó, egy elektromos és egy benzinüzemű gépjármű csapódott egymásnak a 117-es út 12-es kilométer szelvényénél Tát térségében. Az érintett útszakaszokon a rendőrök a környező utcákba terelték a forgalmat, a teljes útzár este 10:30-ig volt. 17 óra körül az Esztergomi úton közlekedett egy BMW személygépkocsi, amelynek vezetője rákanyarodott a 117-es számú útra, az, amely a manőver során a gépjármű hátulja megcsúszott, irányíthatatlanná vált, kipördült és nekiütközött egy Esztergom felől szabályosan érkező személygépkocsinak, amit egy 44 éves férfi vezetett. Sajnos a balesetben a szabályosan közlekedő járművezető a helyszínen életét vesztette. Öltöz kékbe címmel autizmus napi rendezvényre várta az esztergomi Montág Imre iskola az érdeklődőket április első napján. Két óvodai csoportban és a tanulásban akadályozottak negyedik osztályában bemutató foglalkozások zajlottak. A gyógypedagógusok és az iskola is kékbe öltözött ezen a napon. Értékelték a Mi Világunk című rajzpályázatot, amelyet a régió iskoláiban tanuló autizmussal élő gyerekek készítettek. Az érdeklődők előadásokon is részt vehettek, az autista diákokat nevelő tanárok pedig workshopokon beszélhettek a gyerekek speciális problémáiról. Az intézményben ugye mi ellátunk autizmussal élő kisgyerekeket, az ősz napjuk ez a mai nap, ezzel próbáljuk felhívni az ő problémájukra a külső társadalomnak a figyelmét. Én úgy gondolom, hogy ez az a nap, ahol ismereteket adunk át az intézményünk pedagógusai által. Hosszú idő után visszakerült Vakbottyán János lovas szobra az esztergomi városháza elé. Marcsa István szobrászművész 215 cm magas alkotását még 1977-ben avatták fel a Széchenyi téren. A műtárgy korábban egy 150 cm magas alapzaton állt. 2006-ban a Széchenyi tér felújításakor idéglenes jelleggel a városháza belső parkolójában helyezték el. Az új talapzatot Hernádi Ádám esztergom polgármesterének korábban közlése szerint süttői mészkőből készítették. Számomra egy nagyon pozitív élmény volt, hogy az új polgármesterük Hernádi Ádám egyrészt tiszteli a múltat, elég művelt is ahhoz, hogy tudja, hogy nem lehet akárhova elhelyezni egy szobrot, és hát én őt megkerestem, és nagyon pozitívan állt hozzám, és ehhez a problémához hihetetlen erőket feszült bele, hogy mondjam így, abba, hogy ez a szobor visszakerüljön a helyére. Végezetül két sporthír. Javában zajlik a hazai rendezésű felnőtt birkózó Európa-bajnokság a budapesti Bokcsarnokban. Az esztergomi régió birkózói közül Torba Eriknek, Lévai Tamásnak, ifjabb Lévai Zoltánnak, valamint Vittek Dáriusznak szurkolhatunk az előttünk álló hétvégén. A válogatott versenyzőink a különböző súlycsoportokban pénteken és szombaton kezdik el a versenyzést. Esztergom Pro-Urbe-díjas ultrafutója Marás Zsuzsanna pedig ezúttal Toszkánában versenyzett. A
helyen a megyei Chianti Ultra Trail elnevezésű 100 kilométeres versenyen a nők között a második helyen végzett, összetettben pedig a 8. helyen ért célba. Az esztergomi ultrafutó a neki szokatlan 4000 méter szintkülönbségű pályán érte el ezt a szép eredményt. Marás Zsuzsanának természetesen ehhez a szép eredményhez gratulálunk, a birkózóknak pedig szurkolunk, ezzel zárjuk a híradót, legközelebb friss híradóval szerdán jelentkezünk. Addig is tudják, kövessenek minket a www.rtva.hu címen, valamint közösségi felületeinken és adásban is. Vigyázzanak nagyon magukra a hétvégén, minden jót kívánok, viszontlátásra!